az a furcsa helyzet áll elő, hogy nekem, nekünk, ennek a kiállításnak a látogatóinak egy különös feladata van. Egy olyan puzzle-t kell kirakni, aminek nagyon sok és fontos darabja hiányzik. El kell képzelni három művésznek az életművét úgy, hogy egy töredékét ismerjük belőle. A sorsuk abban közös, hogy ha van ilyen, nem érték meg az emberi és alkotó élet normális végét. A Mészői munkás Béla a legérdekesebb abból a szempontból, hogy az én szemem szerint ő a legképzettebb. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mekkora az életmű, ami megmaradt. Azt sejteni lehet, hogy ez egy töredéke. Az itt látható képek közül az egyetlen, amelyik már csak azért is, mert fekete-fehér és szénrajz, egy elég kemény és nyomasztó kép. Nagyon szeretik a művészettörténészek azt látni és mondani, hogy azért már a sors előrevetette árnyékát, és már a műveken ez látszik, távol állna tőlem, hogy ebből a szénrajzból ilyen következtetéseket vonnék le. Látjuk, hogy tudott, baromian tudott festeni. Annyira jó lenne látni, hogy hát egyfelől, hogy mit csinált még, másfelől, hogy mit csinált volna, hogyha nem gyilkolásszák le. Minden jel arra mutat, hogy ezek az erre járok, arra járok, ezek kiválták volna maguk medrét, és egy igazi, szép, nagy életmű állt volna össze belőle. Wittmann Zsigmond elment Berlinbe, Berlinbe Párizsba, Párizsba beköltözött a Montmartre-ra, Bálint Bandival meg ilyenekkel járt minden este a kávéházakba, és szemmel látható a nagy kávéházi és művészi életet élt. Ha ezt a képet megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez egy vérprofi festő, nem egy forradalmár, nem egy vonatrobbantó. Nagyon, nagyon megtanulta a festészeti tradíciókat, elbűvölően finom szeretettel vannak ilyen kis virágocskák hímezve az embernek a kendőjére. Két nagyon, nagyon furcsa festmény, ami megint az egészből kilóg, nem lehet tudni, 35-ös kép. Ezek bizony jó képek. A Farkas Istvánnak a lidércessége és borzongatósága van benne a képben. Bánkis Edit, 3 festményt látunk, és 16 darab gvas képet. Abban önmagában van valami elég furcsa abszurditás, hogy a karikatúra nyelvén elmesélni a halátábor történetét. Annyira groteszkül vannak rajzolva, hogy ez elvész belőle a dráma. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon érdekes és izgalmas dolog egy ilyen kiállítást megcsinálni, mert óhatatlanul gondolom, hogy nem csak nekem jut eszembe az, hogy akkor vajon hogy működne a világ, hogyha ezek a szörnyűségek nem lennének. Azt hiszem, ennyit tudtam mondani. Köszönöm szépen a figyelmet.